Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Én nem csak ezeket az üzeneteket kapom, hanem képeket is. Ha becsukom a szememet, egy nyugodt helyzetben természetesen megjelenik előttem egy kép. Ez a kép nem mozog. Olyan, mint egy képes lap. És én úgy gondolom, hogy az üzenet és a képes lap nem csak nekem szól, hanem talán neked is. A mai napon megjelent egy térkép, Európa térképe. Nagyon jól látható volt. Ez talán Magyarországgal nem áll összefüggésben, hiszen a térképen volt egy piros szív azon a területen, ahol Németország van. A másik piros szív pedig Oroszország területén volt látható. Én elgondolkoztam azon, hogy mondjam-e azt, amit láttam, hiszen én nem akarok beleavatkozni a politikába, vagy ezekbe a háborús dolgokba, és nem mondom ki a véleményemet sem, de megjelent ez a kép, és én ezt őszintén akarom továbbadni. Ez nem azt jelenti, hogy ez a háború jó az egyik részről, vagy a másik részről. Szerintem itt nem is a harcokról van szó, hanem a szeretetről, a békéről, a népek között. És így szimbolikusan megjelent Németország és Oroszország. Mert én úgy gondolom, hogy a népek, a magyar nép is nem akar háborút, hanem az emberek nagy része békében, harmóniában szeretne élni. És ezt a hitet, ezt a szeretetet kellene erősíteni, és fontos lenne a beszélgetés, a kapcsolat a különböző népek között. Hogy te hogy értelmezed ezt a kártyát, nyugodtan leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük, hogy milyen üzenetet kapunk a mai napon. Te fáradt és kimerült vagy, vagy voltál a napokban, de újra lesz erőd. Nálad van egy kívánság, de légy bölcs, gondold át a dolgokat. Ez a kívánság megmarad, de vannak más lehetőségeid is. Jelenleg sok a munkád, cselekedsz, de gondolj arra is, hogy mennyire fontos, hogy kipihent magadat a napokban.
Miután kipihented magadat, lesz egy hír, mert valaki felhív, jelentkezik nálad. És ez a hír lesz egy meglepetés, egy új irány, vagy egy új lehetőség. A dolgok most nem úgy alakulnak, ahogy tervezed, hiszen lesz külső befolyás, és ez a meglepetés más irányba terel téged. Utólag tudni fogod, hogy ez jó volt számodra. A családon belül vannak bizonyos témák, amit most meg kellene oldani. Egy angyal ott van a közeledben, és mutat számodra egy új irányt, egy új utat. Lesznek változások. És ez volt az üzenet a Bibliából. Köszönöm figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.